Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Én készítek most videókat a kártyáimról. Azért, hogy tudjátok, hogy melyik csomagban milyen kártyák vannak, és ez megkönnyíti a vásárlást. Ezúttal az olasz kártyacsomagot mutatom, ilyen jós kártyák tulajdonképpen. Ami itt a csomagot jelenti, kicsit össze van nyomva, de így érkezett meg a postán. Ebben a kártyacsomagban van itt egy leírás, de ez nem a kártyák jelentését mutatja, hanem a SCART kártyáknak a jelentését. Itt van leírva a SCART kártyák, de olaszul van írva. És most megnézzük a kártya csomagot. Az egyes számnál itt van egy találkozás, kapcsolatok másokkal, ez lehet egy baráti kör, a nyilvánosság, lehet egy meghívás. A második számnál a házról van szó, ami utal a te otthonodra, vagy a családi kapcsolatokra. Ez a kártya azt is jelentheti, hogy most ki tudsz építeni valamit, megjelenti az ingatlanokat is. A hármas számnál van egy látogató, ez lehet egy férfi, de lehet egy hölgy is. Az is lehet, hogy valaki meghív téged, és te látogatsz meg valakit. Itt a négyes számnál van a szerelem, egy szerelmes pár, tehát utal szerelmi témákra. Az ötös számnál van egy jó hír, valami érkezik, ami kellemes számodra. Kapsz egy jó hírt. A hatos kártyánál a pénzről van szó, de ahogy látható a képen, itt nagyon sok pénz van, ez lehet nyeremény vagy bevétel. A hetes számnál itt egy okos férfiről van szó, aki tanul vagy tanít, vannak jó ötletek, gondolatok. Azt is jelentheti a kártya, hogy valaki ad számodra egy jó tanácsot, vagy te tanulsz valamit. Itt a nyolcas számnál a reményről van szó. De én ezt a horgonyt is megemlíteném, ahol le lehet horgonyozni, utal a biztonság érzetére. A kilences számnál van a kutya, és jelenti a hűséget. A tízes számnál van az állandóság, itt kell a biztonság érzete. Sőt, én még a szemet is megemlíteném, hogy nyisd ki a szemedet. Figyelj oda arra, ami számodra jelenleg a biztonságot nyújtja. Ez a kártya jelenti a munkát, a hivatást is. A 11-es számnál van ez a katonatiszt, de ez jelenti a szerelmes férfit, tehát jelenti a férfi főszereplőt. A 12-es számnál a hölgy rád utal, ha te egy hölgy vagy, a szerelmes nő. A 13-as számnál látunk egy jó módú férfit, ez lehet a főnököd, vagy egy kapcsolat, ahol találkozol valakivel, és ennek a férfinak megvan a fellépése, vagy itt van gazdagság. A 14-es számnál van a kaszinó,
ez jelentheti azt is, hogy valaki játszadozik veled, de jelent veszteséget is. Ha kivetjük a kártyát, ez a veszteség kártyája néha tud segíteni, hiszen el tud távolítani negatív kártyákat. Itt a 15-ös számnál van a levél, egy hír útban van hozzád. Ez a levél lehet egy dokumentum, egy szerződés is. A 16-os szám, ez egy ajándék, vagy te kapsz egy ajándékot, vagy te ajándékozol meg valakit. Itt még hozzáfűzném a kreatív tevékenységet is. A 17-es számnál van a hamisság, ez lehet egy rossz döntés, vagy lehetnek hamis személyek a környezetedben, légy óvatos. A 18-as számnál van a szomorúság, vagy egyedül érzed magad emiatt, vagy szomorú, vagy benne vagy egy bizonyos helyzetben, ami elszomorít téged. A 19-es számnál láthatóak az ő gondolatai, és a körülötte lévő kártyák mutatják azt konkrétan, hogy mire gondol, vagy kire gondol. A 20-as számnál van a gyermek, utalhat a gyermekekre, a gyermekkorra, de jelenti a fiatalos kisugárzást, az ártatlanságot, vagy egy új kezdetet is. A 21-es számnál van a színésznő, valaki színészkedik, nem tudod, hogy megbízhatsz benne. De én ennél a kártyánál utalnék a művészi területekre is, egy koncertre, vagy színházra, vagy kosztümökre. A 22-es számnál van egy fiatal férfi, utalhat egy fiatal férfire, de utalhat mozgásra, vagy sport tevékenységre is. A 23-as számon megjelenik a tolvaj. Légy óvatos, hiszen valaki el akar lopni valamit, de azt is jelentheti a kártya, hogy valaki rabolja az idődet, az energiádat. Ha kivetjük a kártyát, és ott van mellette például a hamisság, akkor ez a tolvaj tud segíteni, mert eltávolítja a hamisságot, vagy a hamis szemét a környezetedből. A 24-es számnál van egy üzenet, valami most gyorsan történik, kapsz egy hírt, egy levelet, egy szerződés, vagy valaki közeledik hozzád. A 25-ös számnál van egy kis pénz, a hölgy adakozó, de jelenti a különbséget is, hiszen a hölgy gazdag, látható a ruháján, a másik pedig olyan szegény. De ez lehet segítség, vagy utalat arra, hogy itt van különbség. A 26-os számnál látható ez a férfi, aki figyelgeti a másikat. Itt óvatosnak kell lenni, hiszen valaki irigy, vagy szeretné tudni azt, hogy mit, hogyan csinálsz. Ez lehet egy férfi, de lehet egy hölgy is. Ez is utal hamisságra. Valaki kíváncsi, mindent tudni akar. Itt látható a házasság, ez lehet eljegyzés, ez lehet házasság, de jelenthet szerződéseket is. A 28-as számnál megjelenik az utazás, ez lehet nyaralás, az is lehet, hogy valaki a távolban él és meglátogat téged, útban van hozzád. Ez az utazás jelenthet változásokat is.
A 29-es számnál itt van ez a hölgy, aki szintén, mint a másik képnél is, úgy színészkedik. Nem mutatja ki nyíltan, hogy mit akar. Itt is lehet jó szándék, de azért óvatosnak kell lenni. Maszkot visel. A 30-as számnál vannak a barátok. Itt a 31-es szám jelent egy váratlan örömet, hiszen lesz egy meglepetés. A 32-es kártyánál van a nyeremény. Ha most kezd el valamit, akkor ez gyümölcsözni fog, nyereményt hoz számodra. A 33-as számnál van fortuna, és ez szerencsét hoz. Szerencséd lesz, lesz egy szerencsés fordulat. A 34-es számnál látható, hogy mindketten másfele fordultok. Ő akarja az, hogy minden olyan nyugalmas legyen, te is visszahúzódó vagy. Jelenleg nem beszéltek egymással. Nincsenek viták, de látható ez a visszahúzódás. A 35-ös számnál van egy találkozás, meg van az élet öröm. A 36-os számnál vannak viták, veszekedések, félreértések. Itt a 37-es számon látható, hogy valaki szolgál. Vagy te szolgálsz másokat, vagy vannak ilyen elvárások, utalhat a munkahelyre is. De lehet, hogy ebben az esetben valaki kihasznál téged. A 38-as szám utal egy hölgyre, ez lehet egy barátnő, lehet egy kolléganő, de lehet egy rivális személy is. A 39-es kártyán van az orvos, ez jelentheti a hivatást, vagy azt, hogy valaki segít neked egy bizonyos helyzetben, ami betegít téged. A 40-es számú kártyán vannak a viták, veszekedések, félreértések. A 41-es kártyán van az özvegy asszony. Ez jelenthet egy idősebb hölgyet, vagy tényleg egy özvegy nőt, de utal a magányra is, a szomorúságra. Itt a 42-es számnál van az özvegy férfi, egy idősebb férfi, vagy egy özvegy férfi, vagy egy magányos férfi. A 43-as számnál van a betegség, lehet, hogy beteg vagy, vagy valami betegít téged, vagy valaki beteg a családban, és itt kell a gyógyító erő. A 44-es kártyán van a halál, ez lehet egy haláleset, egy örökösödési ügy, de mint mindig ennek a kártyának inkább egy szimbolikus jelentése van, amikor valamit lezárunk, befejezünk. A 45-ös számnál látható a szomorúság. Ez a kártya már volt a csomagban, a szomorúság. Én itt ennél a kártyánál inkább azt mondanám, hogy itt megvannak a vágyak, az elképzelések, mintha várnál valakire. Itt a 46-os számnál van a szerencsétlenség. Történik valami, amikor úgy gondolod, hogy minden összeomlott.
Itt van a 47-es kártya, a féltékenység. Valaki figyel benneteket, irigy vagy féltékeny. A háttérben egy férfi látható, de ez lehet egy hölgy is. A 48-as kártyán van a börtön. Persze előfordulhat, hogy ismersz valakit, aki éppen börtönben van, de ennek a kártyának szimbolikus jelentése van, amikor fogva érzed magadat egy bizonyos helyzetben, a munkahelyen, a családban, vagy egy párkapcsolatban, vagy nem érzed jól magad a lakhelyeden, és ki akarsz lépni ebből a szűkös helyzetből. Itt látható a katonatiszt, ez lehet egy férfi, aki egy hivatalban dolgozik, aki döntéseket hoz, vagy egyenruhában jár. Az 50-es számon van az ellenség, valaki ártani akar neked. Itt az 51-es kártyán kinyílik az ajtó, ott van egy másik férfi, de ez egy rivális férfi, van konkurencia. Az 52-es számon van a pap, ez jelentheti a vallási témákat, egy spirituális területet, vagy azt is jelentheti, hogy valaki esküszik valamire, és megbízhatsz benne. Itt az 53-as számon van egy hölgy, aki jól öltözött, lehet, hogy egy tanácsadó, vagy jelenthet kereskedelmi kapcsolatokat, hogy ez a hölgy kiépítette a saját cégét. Önálló. Itt az 54-es számnál van egy sportoló, ez jelenthet egy fiatalabb férfit, vagy egy sport tevékenységet. Az 55-ös számnál itt van a tudás, a tanulás, ez lehet iskolázás, továbbképzés, vagy valaki ad egy jó tanácsot számodra. És itt is van egy tanácsadó, ez a férfi, ez lehet a főnököd is. Egy férfi, aki nagyon meggondolt, akinek szava van, befolyása van. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!